Meddig tudunk figyelni? Körülbelül 8 másodpercen van arra, hogy felkeltsem és fenntartsam a figyelmedet. Ez a kritikus néhány másodperc már le is telt, nem sok időm volt, nagyjából 2-3 mondatot lehet ez alatt elmondani. Na de akkor beszéljünk a figyelemről. A figyelem megfelelő működéséért különböző agyi régiók felelősek, azonban a figyelmi működésért természetesen kulturális, szociális tényezők is felelősek. A felmérések alapján elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen lecsökkent a felnőtt és a gyerekeknek a figyelmi kapacitása is. Az azt jelenti, hogy amíg régen nagyjából 12 percet tudtunk figyelni egy adott dologra, ez most lecsökkent 10 év alatt nagyjából 5 percre. Az internet használók nagyjából 8 másodpercig néznek egy adott tartalmat, mielőtt tovább görgetnek. Megnézhetjük akár a filmekben is, a filmiparban is, hogy néhány évtizede a filmek olyan nagyon lassúak, vontatottak voltak a mai szemlélő számára, lassan haladt a cselekmény. A mai filmek viszont sokkal pörgősebbek, már elunjuk magunkat a régi filmeken sokszor. Miért van ez, hogy egyre könnyebben unjuk el magunkat, és egyre kisebb a figyelmi kapacitásunk? Az információs társadalom létrejöttével, ugye ideértve a számítógépeket, az okostelefonokat, az internet használatot, rengeteg információ ömlik ránk napról napra, és ezeket szűrnünk kell. Már nincs idő arra, hogy elmélyedjünk egy-egy tartalomban, hanem nagyon gyorsan ugye tovább lépünk. Hát ez unalmas, inkább ezt nézem, inkább azt nézem. Létrejön úgynevezett multitasking jelenség, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha egyszerre több dologra figyelnek, az ugyanolyan hatékony, pedig kutatások bizonyítják, hogy ez nem így van. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ezzel, hogy csökken a figyelmi kapacitásunk és multitaskolunk, tulajdonképpen alkalmazkodni próbálunk ehhez a rengeteg információhoz, ami ránk ömlik. De nézzük meg, hogy talán a mi életünkben van ennek hátránya is. Ugye az alkalmazkodást azt előnyként szoktuk mondani, de van-e hátránya? Hogyan tudunk figyelni a kapcsolatunkban? Mennyire unjuk el a másikat? Mennyire szoktunk unni a saját magunk életét? Ezeket a kérdéseket föltéve megvizsgálhatjuk magunkat is, hogy a jelen társadalmi kulturális hatások közepette, a mi figyelmi működésünk, az hogyan jelenik meg a mi életünkben. Okoz-e valami problémát, nehézséget, vagy nem feltétlenül?